védőoltás, megkezdődött a második adag beadása. 28-áig adhatták le, vagyonnyilatkozatot tettek a képviselők. ONKC a Kecskemétet fogadták az Eötvös Csarnokban. Jó estét kívánok! Önök az Orosházi Városi Televízió január 29-i pénteki híradóját látják. Köszöntöm Önöket, lássuk, mi történt az elmúlt napokban. Az utóbbi időszakban folyamatosan változik az időjárás. Olykor tavaszias, őszies, máskor pedig köddel kísért fagyok váltják egymást, akár egy napon belül is. A közlekedésben résztvevők ilyenkor nagyobb veszélynek vannak kitéve, fokozottan kell figyelniük. Szikrázó napsütés, hóval borított utcák, lefagyott utak. Az előző hetekben előfordult, hogy akár órákon belül teljesen megváltozott az időjárás. A közlekedőktől ugyanilyen gyors, azonnali alkalmazkodást igényel, leginkább a gépjárművezetők részéről. A mínuszok beállta előtt a gépjárművek téliesítése volt a legfontosabb feladat még október-november végén. Fontos, hogy ilyenkor az első és hátsó fényszórók, az irányjelzők, a féklámpák és a ködlámpák tisztán és megfelelően működjenek, hiszen a sáros utakon nagyban ronthatja a láthatóságunkat, amennyiben ezt elhanyagoljuk. Ellenőrizzük, hogy az ablaktörlő lapátok épek, valamint a téli ablakmosó folyadék, illetve fagyálló mindig legyen feltöltve. Közlekedési balesetek megelőzése érdekében a gépjárművezetőktől nagyon fontos az időjárási, látás és útviszonyoknak megfelelő vezetés. Ide tartozik a biztonságos távolság tartása, illetve a megfelelő sebesség megválasztása. Kis Rozália felhívta a figyelmet, hogy akkor is jöhet a büntetés, ha át sem lépte a gépjárművezető a megengedett sebességhatárt. Ebben az esetben relatív gyorshajtást követel. Látom, hogy le van fagyva, látom, hogy a falevél rá van fagyva az úttestre, vagy a köd lecsapódik, pára lecsapódik, még esetleg havas hókásás az út, vagy eső esetén megáll az út, úton a víztócsa, és reggelre mínusz van, és ráfagy. Ez az, amikor nem kötelező, soha nem kötelező a megengedett sebességgel hajtani, ez a gépjárművezetőnek a kötelessége, hogy felmérje ennek a lehetőségét. A főhadnagy felhívta arra is a figyelmet, hogy ebben az időszakban a gépjárművezetők legyenek türelmesebbek, és használják a biztonsági övet, illetve a gyermekvédelmi rendszereket, hiszen ezek életeket menthetnek. Az Orosházi Kórházban is elkezdődött a koronavírus elleni vakcina második adagjának beadása. Az intézmény dolgozóinak közel a fele kapta már meg az oltást. Folyamatosan az oltási terv alapján zajlanak az oltások. Január 27-én az Orosházi Kórházban is elkezdődött a koronavírus elleni vakcina második adagjának beadása. Az orosházi dr. László Elek kórház dolgozóinak 46%-a vette már fel önkéntesen Pfizer-BioNTech által gyártott vakcinát. Dr. Durai Gergő intézményvezető elmondta, hogy a második adag mellett újabb kollégák veszik fel az oltást, amivel tovább nő a beoltott orosházi kórházi dolgozók száma. Jó. Kész is vagyunk. Köszönöm szépen. Kedves egészségére. Az orosházi kórház orvosai és szakdolgozói az elmúlt hetekben több külső helyszínen is dolgoztak. A nagyobb szociális otthonok lakóit és dolgozóit oltották be, többek között az orosházi Platán idősek otthonában is. Egy hatalmas oltási kampány indult, amely összesen 1845 intézményt érint. Ez többségében idős otthon, de más típusú bentlakásos intézményekben is eljutnak az oltócsapatok, például a pszichiátriai intézetekbe. Az oltócsapatok csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap is intenzíven oltanak majd. A dr. László Elek kórház orvosai ezen a héten a mezőkovácsházi, magyarbánhegyesi és szarvasi szociális intézményekben folytatják a védőoltások beadását, illetve megkezdik a második oltást Nagyszénáson és Orosházán. Emellett, akik ezen intézményekben korábban kimaradtak, megkaphatják az első oltásukat. Jövő hét elejétől megkezdődik a regisztráció alapú oltás. Nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A kormányfő azt is elmondta, hogy a védőoltás önkéntes és ingyenes, aki szeretné megkapni, az mindenképpen regisztráljon, ezt megteheti a vakcinainfo.gov.hu oldalon. A miniszterelnök hangsúlyozta, aki regisztrál, a jövő héttől tájékoztatást is kap, hogy pontosan mikor és hol kapja meg a védőoltást. Orosháziak adták vérüket, hogy megmentsenek egy várandós nőt. Az életmentő műtéthez sok vérre volt szükség, a példás összefogásnak köszönhetően sikeres volt a beavatkozás.
Véradás pillanatai láthatók a felvételeken. Orosháza és környéke az egyik legaktívabb terület Békés megyében véradás szempontjából. Itt általában nagy az adakozó kedv. A Vörös Kereszt felhívja a figyelmet, hogy vérre mindig szükség van. Előfordul azonban olyan eset, hogy valakinek irányítottan adnak vért. Hargitai Éva lányának egy műtét miatt volt szüksége nagy mennyiségű vérre, a Facebookon tett közzé egy felhívást, melyre több százan mozdultak meg. Az egész ország, köztük Orosháza is. Az adakozók nagy számban járultak a véradóállomásra, hogy segítsenek Éva várandós lányának és magzatának életét megmenteni a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Mindössze 2 óra alatt megvolt a beavatkozáshoz szükséges vérmennyiség. Én akkor, aznap csütörtökön 14-én kaptam egy telefonhívást a kórházból, hogy azonnal vérre lenne szükség, mert a lányomat azonnal műtenék. Olyan állapotban van, és akkor indítottam el ezt a folyamatot, hogy országosan kértem a barátaimat, az ismerőseim segítségét és bárkit ezzel kapcsolatban. És így sikerült. És nagyon sok orosházi is volt. Nagyon sok orosházi volt, Békés megyei orosházi, csorvási, tehát mindenki, tehát igazából az egész Magyarország megmozdult, és én nagyon-nagyon szépen megköszönöm, és nagyon boldog vagyok. További részletekért látogassanak az oroskafé.hu hírportálra. Január 28-áig adhatták le vagyonnyilatkozatukat a város képviselőtestületének tagjai. Idén a veszélyhelyzet miatt a polgármester hatáskörébe tartozott a folyamat nyilvántartása és ellenőrzése. A szervezet és a működési szabályzat szerint viszont a tavaly évre kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel ezt a hatáskört ezúttal a polgármester gyakorolja. Az idei évben ugye most január 28-án 9 és 12 óra között tették meg ezt a vagyonnyilatkozatot, a polgármester vette át ugye jelenlegi járványügyi helyzetben a ügyrendész szavazatszámláló és tulajdonságokat gyakorló bizottság helyett, és az összes képviselő rendben teljesítette ezt a kötelezettségét. A vagyonnyilatkozatok tételére végül január 28-át jelölték ki, 9 és 12 óra között adhatták le a képviselők. Az orosházi képviselőtestület tagjai mindannyian időben leadták nyilatkozataikat. Maszkokra vart gyöngyökkel hívták fel a figyelmet arra, hogy a méhnyakrák rendszeres szűréssel és védőoltással megelőzhető. A Facebookot elárasztották a maszkos fotók a méhnyakrák megelőzési héten. Rengetegen csatlakoztak január 18-a és 24-e között a méhnyakrák megelőzési héten a Májva Virág Alapítvány azon kihívásához, melynek célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a rendszeres méhnyakrák szűrésre, valamint a betegség elleni oltás fontosságára. Mindezt a szájmaszkra vart néhány gyöngyel vagy gombbal. A kihívás egyszerű volt, a kidíszített maszkban egy fotót kellett készíteni, majd feltölteni egy adott szöveggel a Facebookra. Az akcióhoz több magánszemély és intézmény is csatlakozott, Orosházán többek között a Zsigmond városi könyvtár munkatársai is felöltötték gyöngyös maszkjaikat. Posztjukban ezt írták. Mi, az orosházi Jussz Zsigmond városi könyvtár munkatársai is csatlakozunk a Májva virágokhoz a méhnyakrák megelőzési héten. Nem hívunk ki senkit, de kiállunk az ügy mellett, és tegyétek ti is, hiszen a méhnyakrák védőoltással és rendszeres szűrésekkel megelőzhető. A könyvtár mellett csatlakozott a Máltai játszótér is, akár csak a Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet szülészetnőgyógyászati osztálya is. A járvány és a vele kapcsolatos intézkedések nem csak a vendéglátásban dolgozók munkáját nehezítik, teszik lehetetlenné, de a kultúra szolgáltatóinak is feladják a leckét. Az Orosházi Múzeum már 3. online kiállítását nyitotta. Idén 32 éve, 1989 óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját január 22-én. Ezen a napon és az azt megelőző, illetve követő hetekben is múzeumaink és kulturális intézményeink országszerte programokkal, kiállításokkal várják a látogatókat, érdeklődőket. Nincs ez másként az Orosházi Nagy Gyula területi múzeum esetében sem. Hogy látjuk, nem mehetünk be a múzeumba, mert nem fogadhat látogatót a múzeum. Ezt egészen tavaly márciusától kezdve így van. Azonban ez nem azt jelenti, hogy nem állt meg a múzeumi élet, hiszen ha nem rendezhetünk személyes jelenléttel kiállításokat, akkor virtuális módon helyezzük át ezeket a dolgokat. A Magyar Kultúra Napja tiszteletére megnyitott virtuális kiállításon Barátné Hopka Ágnes, Kohut Béla, Levicki Lenke, Mihály László, Nagyné Sinka Erzsébet, Szekeres Antal és Varga László képeiben gyönyörködhetünk. Sokan nézik a kereskedelmi tévék autófelújító műsorait. A Garázsvarázs, az Újjáépítők vagy az Autókereskedők címek ismerősek a gépjárműtechnika iránt érdeklődők körében. Valami hasonló készül Orosházán, a Kárai Exkluzív Autószervizben.
Katonás rendben sorakoznak a klasszikusnak számító autók a Kárai Exkluzív Autószervizben. Nagyobb részük már átesett a felújításon, a többi erre vár. Az autófelújítós műsor hírének hallatán kerestük fel a szerviz vezetőjét és tulajdonosát, Kárai Pétert, aki elmondta, hogy viszonylag kevés a jó autós műsor Magyarországon. Nekünk igen, ez egy régóta dédelgetett álmunk volt, hogy nekem személy szerint, hogy legyen egy autós műsor, mert nagy rajongója vagyok a több különböző kereskedelmi csatornán menő hasonló műsornak, és szerettünk volna egy ilyen műsort mi is csinálni. Elsősorban a mi saját életünket fogjuk bemutatni, vagy saját valós nem megjátszott dolgokat. Itt nálunk nem másfél nap alatt fog elkészülni egy autó, mint több különböző kereskedelmi csatornán. A főként klasszikus BMW-ket újjáélesztő orosházi cég büszke arra, hogy a kárpitos munkák kivételével minden munkafolyamat a kasznis munkától a motorfelújításon át a fényezésig a műhely területén történik. Most mindezt be is tudják mutatni. Már folynak az anyagnak a megvágásai, szerintem a hét vége fele, illetve a jövő hét elején már nagyjából meg lesz az első epizódnak a nyersanyaga, ami majd meglátjuk, hogy mit kell változtatni, mit kell még finomítani. Ez az anyag fog bemenni a csatornákhoz, és több csatorna érdeklődött már a műsor iránt, még nincs kőbe vésve semmi, ezt meglátjuk, hogy ez mi lesz belőle, vagy hogy mekkora lesz rá az érdeklődés. Úgy gondoljuk, hogy van rá érdeklődés. A cég dolgozói elmondták, kíváncsian várják a végeredményt. Híradónk végén sport, kézilabda, újabb ligakupa mérkőzésen lépett pályára az Oxo Energy Orosházi NKC. A női kézilabdázók a Kecskemétet fogadták az ötvös csarnokban. A kecskeméti NKS együttesét fogadták a rózsaszín mezben pályára lépő orosházi női kézilabdázók. Harmadik ligakupa mérkőzésüket játszották, amire a felkészülés részeként tekint Herbert Gábor vezetőedző. Hiába vezetett 2-1-re az ONKC, nem kezdte jól a találkozót. A vendégek az irányító Borbé Márta vezérletével 6-2-re fordítottak, a 9. percben érkezett is a hazai időkérés. Ekkor úgy tűnt, hatottak Herbert Gábor szavai, hiszen támadásban és védekezésben is feljavult az orosháza. Fokozatosan zárkoztak fel, a 17. percben Maláti Dóra góljával előbb egyenlítettek, majd a 20. percben Magó Anna találatával 9-8-nál már ismét hazai előnyt mutatott az orosházi eredményjelző. Az egész mérkőzésen megnehezítette a támadók dolgát a vendégek kapusa. A korábban orosházán is védő Nagy Éva rengeteg zicsert és átlövést hatástalanított. Többek között neki is köszönhetően alakult ki a félidőben a 14-12-es kecskeméti előny. A második játékrész első két percében 5-tel lépett meg a Kecskemét, a félidő nagy részében 3-4 gólos különbség volt a két együttes között. Sok hibával játszott mind a két csapat, de a feketemezes vendégek jobban értek a lehetőségeikkel. Az utolsó 10 perc 23-19-es kecskeméti vezetésnél kezdődött, és a végéig tovább növelték előnyüket. Végül 30-23-as orosházi vereséggel zárult a találkozó. A lefújás után Herbert Gábor csalódottan a vereségért a felelősséget vállalva nyilatkozott. Van olyan rész, amit teljesen megértek a lányok teljesítményén, mert ugye nem erre a mérkőzésre készültünk, meg nem erre a mérkőzésre vagyunk kihegyezve, vagy nem is így terveztük. Ugye van még a bajnokság kezdetéig majdnem két hét, de van, amit nem értek. De ez is az én felelősségem, én vagyok ennek a csapatnak az edzője, úgyhogy nagyon nehéz most bölcset mondani, kicsit értetlen állok dolgok előtt, de még egyszer mondom, hogy a felelősség teljes mértékben az enyém. Az orosháziak az utolsó ligakupa mérkőzésüket Kecskeméten vívják január 30-án, a következő hétvégén már bajnoki vár rájuk, a Dunakeszi együttesét fogadják február 6-án. És most lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Védőoltás, megkezdődött a második adag beadása. 28-áig adhatták le, vagyonnyilatkozatot tettek a képviselők. ONKC a Kecskemétet fogadták az ötvös csarnokban. Önök az Orosházi Városi Televízió január 29-i péntek híradóját látták. Friss hír összefoglalóval legközelebb jövő hét kedden várjuk Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!